az elmúlt két év során több mint 3000 tonna illegális hulladékot szedtünk össze Debrecen közterületeiről, zöld területeiről. Ezek részben közösségi akciók voltak, ahol a lakosság, önkormányzati képviselőink közösen gyűjtöttek szemetet, de sajnos nagyon sok esetben gépeket is be kellett vetni, hiszen olyan hulladékok is lerakásra kerülnek, amit másképpen nem lehet elszállítani. Tehát az elmúlt két évben több mint 3000 tonna hulladékot gyűjtöttünk így össze. És az elmúlt év végén csatlakozott Debrecen a kormányzati kezdeményezéshez, amelynek az a neve, hogy tisztítsuk meg az országot. Ebben szeretnénk megköszönni a támogatást, a segítséget Pósán képviselő úrnak. Nagyon fontos az, hogy minél több forrást be tudjunk vonni, és minél több olyan kezdeményezéshez csatlakozzunk, ami azt a célt szolgálja, hogy Debrecen tiszta és szép legyen. 19 millió forint támogatást nyertünk el a kormányzattól, és ebből mintegy 9 helyszínen több mint 446 tonna hulladékot szállítottunk el. Most itt vagyunk az utolsó helyszínen, a Vincellér utcai kiserdő mellett. Összesen egyébként az elmúlt két évben mintegy 68 millió forint forrást fordítottunk az illegális szemét elszállítására. Ez nagyjából 5 darab játszótérnek az építési költségét jelenti. Nagyon szomorúak vagyunk emiatt, hiszen inkább építettünk volna játszótereket, fordítottuk volna ezt az összeget arra, hogy a város épüljön és szépüljön. Éppen ezért arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy vigyázzunk közösen Debrecenre. Egyrészt szeretnénk megköszönni azoknak, akik vigyáznak Debrecenre, és használják azokat a hulladékgyűjtési lehetőségeket, amiket a város biztosít, hiszen működik Debrecenben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, és működik innen mintegy 500 méterre az AKSD üzemeltetésében egy hulladékudvar, ahol a lakosság a szemetet ingyenesen elhelyezheti. Megy a gondolkodás, törvényelőkészítés, jogalkotás is a tekintetben, hogy amennyire csak lehet, ilyen eszközökkel is megpróbáljuk visszaszorítani az illegális szemétlerakást. Ennek egyik fontos eleme az az, hogy a jövőben úgy tűnik, hogy e tekintetben kezd körvonalazódni egy szélesebb konszenzus. Az illegális szemétlerakás az eddigi szabálysértés helyett bűncselekménnyé nyilvánítatik. Ez azt jelenti, hogy szigorúbbak lesznek a büntetési tételek. Kétségtelen, hogy az elkövetők utolérés az egyik legnehezebb feladat. Ezzel párhuzamosan pedig értelemszerűen a lehetséges térfigyelői rendszernek a fejlesztése is napirenden van. Nyilvánvalóan nem lehet mindenhova, minden négyzetcentiméterre kamerát szerelni, de reményeink szerint azért valamit tud majd javítani a helyzeten ez a hozzáállás. És hát az is nyilvánvaló, hogy a már meglévő szemetes területeket meg kell tisztítani. A Tisztítsuk meg Magyarországot programhoz hozzárendelt források ezt a célt szolgálják. Megdöbbentően sok szemét van. És hát azt se felejtsük el, hogy sajnos még Magyarország, ha akarja, ha nem, de idézőjelben import szemetet is kap, leginkább a vizeinken keresztül, a román, ukrán egyéb területekről borzasztó mennyiségű, döntően műanyag hulladék érkezik az országba, amit a határnál megpróbálnak természetesen megfogni, de hát ez megint csak egy olyan volumenű munka, ami mutatja, hogy erre valami hihetetlen erőforrásokat kell fordítani.